határozat, mely kimondja Farkas Sándort, mint országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet, jelölőszervezet Fidesz, Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, Csongrád megye 3-as számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága nyilvántartásba veszi. Ehhez egyrészt gratulálok. Köszönöm szépen. Másrészt pedig, ha megengedik, némi elfogultsággal büszke vagyok arra, hogy az új választókerületnek részben, mint új te kis testvére, Kistelek és környéke, a mi járásunk is részese lehetett annak, és látva a mostani időket, mai piaci napot is, hogy az embereket nem megszólítva és nem utcáról utcára járva keresnek meg bennünket, és az az eredmény, az a határozat, ami megszületett, az tulajdonképpen annak egyfajta mérőszáma, hogy igenis az embereknek szüksége van arra, hogy az az összefogás, ami Magyarországon elindult, az a siker, ami Magyarországon tulajdonképpen egyértelműen kimondható, az maradjon, és továbbra is vigyázzunk arra, mely értékeket már elérhettünk, és ennek az értéknek az egyik képviselője a mi választókerületünk győztese is. Természetesen a választókerület másik legnagyobb településeként mi is ott állunk a jelöltünk mögött, és azt, hogy ez az eredmény megszületett, hogy mondjam, természetességgel, nagy természetességgel vettük tudomásul, hiszen ismerve városunkat, ismerve városunk érzelmét, ismerve Sándor személyét, nincs mit csodálkoznunk. Támogatjuk őt, és arra kérek mindenkit, városunk lakosságát, és természetesen a járás lakosságát, hogy tegye ezt mindenki. Sándor lesz az a képviselő, aki vélhetően az elkövetkezendő időben reményeink szerint képviselni fog bennünket az országgyűlésben, és ez a járásunk számára is olyan előnyökkel fog bírni, amelyeket én azt hiszem, hogy ő meg tud majd nekünk szerezni, amely Csongrád város és a járás fejlődését fogja segíteni. Nagyon örülök neki, hogy Sándor lett újra a képviselőjelölt, hiszen ő az az egyedüli ember itt a kibővített választókerületben, aki köztünk él, és ő az, aki legjobban látja mi problémáinkat. Ő vidéki emberként nagyon jól tudja azt, hogy milyen hiányosságok vannak a térségben, milyen fejlesztésekre vágynak az itt lévő emberek, milyen problémákkal küzdenek, ellentétben mindig az ilyen kívülről jövő harcosokkal, akik ugye mindig majd ők megmutatják, hogy mit kell csinálni. Sándor az, aki évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol a kis településekkel, régi választókerületi polgármesterként mondhatom, hogy ő az az egyedül ember, aki a legtöbbet segítette a kis településeknek, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy újra már most sokat gyára nyugodtan tegyék le voksukat Farkas Sándor képviselő mellett, hiszen ő segíteni fog az itt élő problémáját. Első nap, azaz a hétfői nap, mondhatom, hogy mind a 400 aláíró ívet meg tudtuk tölteni valós személyekkel, tehát mondhatom azt, hogy az első nap teljesítettük a kvótánkat, a vállalat feladatainkat, és kedden 10 órakor én ezeket az aláírásgyűjtő íveket, ajánlásgyűjtő íveket le is adtam a polgármesteri hivatalban a jegyzőirodán, amit ismételten szeretnék megköszönni, mert erre azért eddig nem volt példa, hogy ilyen mennyiségű támogató nyilatkozattal az első nap rendelkezzen bárki itt a térségben. Ez azt jelenti számomra, hogy jól szervezettek vagyunk, és azt jelenti, hogy megfelelő bizalom is van. Úgy gondolom, nem kiabálom el. Szeretnénk ezt a munkát folytatni, és folytatni is fogjuk. Most már nem a konkrét ajánlás ívek aláírásával, hanem egy támogató gyűjtő ívvel, támogatás aláírási gyűjtő ívvel, amellyel szeretnénk az embereket arra kérni, hogy továbbra is támogassák azt a politikát, amely ilyet mi elkezdtünk és tovább akarunk vinni. Úgy tapasztaljuk, hogy az emberek ezt megértették, a választópolgárok, és mondhatom azt, hogy ugyanolyan lelkesedéssel és elszántsággal támogatják továbbra is a mi munkánkat, amihez én köszönöm a jelenlévő és a nem jelenlévő polgármester uraknak és minden egyes aktivistának a munkáját.